A Szekszárdi Déli Agrárszak Képzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképző iskola életében kiemelt szerepet játszik a Csapó Dániel emlékverseny. Az ötlet gazdák 37 évvel ezelőtt az iskola diákjainak szerveztek helyi szakmai versenyt, azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítsanak a tehetségeknek, a szakma iránt elkötelezett tanulóknak. Az évek során a szervezőknek köszönhetően országos tanulmányi megmérettetésé nőtte ki magát a rendezvény. A versenyre az idei évtől 4 szekcióban várták a dolgozatokat, ugyanis kiegészítették a precíziós gazdálkodás témakörével. Varga László Dávid az őszi búza gyomnövényeit mutatta be. Az őszi búzának a gyomnövényeit, az, hogy milyen gyomnövények teremnek őszi búza állományban, és hogy az én gyomfelvételezésem az 5. országos gyomfelvételezés eredményeihez képest milyen eredményekkel zárult. Családi gazdaságunk van, és megtetszett ez a témakör, és úgy gondoltam, hogy egy picit jobban belemélyedek a témába. A családi vállalkozást azt mindenképpen tovább szeretném fejleszteni. Bakergyiev Krisztián szintén a növénytermesztéssel foglalkozott, előadásában a levélbogarakat mutatta be. Én a Budapesti Természettudományi Múzeumban vagyok önkéntes, itt a bogaraknak a taxonómiájával foglalkozok, de most a mezőgazdasági jelentőségüket emeltem ki, mert sok fajuk kártevő. Szerettem volna megmutatni, hogy mennyire fontosak, hogy miért érdemes foglalkozni a biológiájukkal. Csak akkor tudunk ellenük védekezni, hogyha ismerjük ezeket a fajokat. Kutatói pályán szeretnék maradni, a levélbogarak rendszertanával szeretnék foglalkozni, illetve a későbbi tanulmányaim is erre épülnének. A szóbeli fordulóra felkért zsűritagok már tiszteletbeli csapósok. Szakmai felkészültségük, tapasztalataik garancia arra, hogy a kétfordulós versenyen megalapozott eredmények születtek. A mai nap ez egy kicsit változó volt, mert sajnos visszatért egy olyan alapprobléma, hogy volt jó pár olyan előadónk, aki nem mert igazából papír nélkül megszólalni. Pedig nagyon jók voltak a dolgozatok, szépen beszélt, de a rettegéstől, az izgalomtól nem tudott elvonatkoztatni a papírtól, viszont volt nagyon sok gyerek, tehát a több mint fele, aki viszont ragyogóan, önállóan szépen beszélt, és nagyon sok volt az önálló munka a dolgozatokban, tehát nem csak irodalmazás, hanem saját terméket készítettek, hoztak kóstolót, kaptunk egy egész tortát. Tehát nagyon-nagyon ügyesek voltak. A leggyengébb is 60% fölötti volt a leggyengébb teljesítmény is, a legjobb az 96%-os. A versenyzőknek több kritériumnak is meg kellett felelniük. 10 percet kaptak, hogy bemutassák a dolgozatukat. Aki túllépte, ahány perccel túllépte, annyi pontot levontunk. Aki meg nem teljesítette, az ameddig beszélt, annyi pontot kapott. Az 50 pontot tudtunk adni a tartalomra, hogy tükrözte az előadása a dolgozat tartalmi bemutatását. A beszéd, hogy milyen az orgánuma, mennyire szépen beszél, az előadásmód, hogy mennyire ragaszkodik a papírhoz, nem ragaszkodik a papírhoz, mennyire jó előadó, illetve egy egyéb kategóriánk volt 10 ponttal, ahol mi mindig a PPT, tehát magát az előadás vázlatot pontoztuk, hogy mennyire informatív, mennyire felel meg az előírásoknak, és hát tulajdonképpen így 100 pont, amit duplán veszünk, mert mindig a szóbeli bemutatás az súlyoz, és ehhez adtuk hozzá az írásbeli pontszámot, amit külső bírálók bíráltak, majd 3-mal került elosztásra, tehát így a 100 pontos százalékos rendszerbe kapták meg a versenypontszámokat. Fülöp Mónika igazgató azt mondja, céljuk, hogy a versenyt magas színvonalon tudják megrendezni. A célja, ahogy említettem, továbbra is ugyanaz, hogy a tehetséges, a mezőgazdasági élelmiszeripar iránt elkötelezett tanulók elmélyedhessenek egy témába, kidolgozhassák, foglalkozhassanak vele, ami azért a tantárgyi követelményektől egy kicsit eltér, de akár a tantárgyakhoz is, illetve a tananyagokhoz kapcsolódik. A többségük biztos, hogy a szakmai irányban szeretne tovább tanulni felsőoktatásban, de nem feltétlenül, mert a szakképzőiskolások is versenyeznek elsősorban az élelmiszeripari ágazatban. Az idei évben a felhívásunkra 25 vázlat érkezett be,
de a 25 vázlatot ki is dolgozták, de a mai napon 20 pályaművet mutattak be. Az idei évben 7 iskolából érkeztek, Berettyóújfalu, Kaposvár, Szombathely, Vép, Szekszárd. Azt tudni kell, hogy a mezőgazdasági területen azért egy-egy kísérlet beállítása nagyon hosszú időt vesz igénybe, és a Covid az abszolút nem tett jót ennek a versenynek, mert nem tudták megcsinálni a kísérleteiket. Tehát több ötlet is volt, de nem tudták megcsinálni, mivel online-ban voltak a tanulók. Az élelmiszeripari technológiák bemutatásában Németh Nóra egy Hungarikum a tortában című projekttel nyerte el az első helyezést. Hagyományok, értékek megőrzése kategóriában pedig Bokergyiev Krisztián a levélbogarak taxonómiájával nyűgözte le a bírákat.